Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, Önök VNTV-t, Iva Natura televíziót láthatnak. Másank szeretettársalgás adássorozatunkban kedves vendégünk Szolár Szilvi a stúdióban. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek. Nagyon örülök, Szilvi, mindig, amikor így elfogadod a meghívásunkat. Köszönjük szépen, mert azt érezzük, hogy a te kutatásaid, az életveszélyek biológiája az, ami most a legközelebb áll, mint megoldás, mint feloldódás, mint megnyugvás, abban a mostani élethelyzetben, amiben most az egész emberiség van. És első kérdésként így indítanék veled, hogy ha valaki nem tudja, hogy mivel foglalkozol, akkor korábbi felvételeinket meg tudja nézni, illetve hát az életveszélyek biológiája, ami ugye azt jelenti, hogy minden, ami annak idején valamikor a családunkban halált okozott, azt most tudattalanul vagy tudatosan elkerüljük, illetve ami meg a túlélésünket szolgálta, azt meg úgymond újraéljük és megidézzük az életünkben. De arról szeretnék veled először beszélni, hogy a legnagyobb félelem, ugye mindig a félelemhez jutunk vissza, akkor, amikor valami megdöbbentő dolog történik velünk, amikor valami szokatlan történik, amikor a kényelmünkből, a komfortzónánkból egy helyzet kirángat minket, amikor a szabadságunkat korlátozzák, mert megmondják nekünk, hogy mit csináljunk. Tehát ez mindig egyfajta félelemhez vezet vissza, félelemérzéshez. És ugye szokták mondani azt, hogy minden bizonytalanság tulajdonképpen félelmet kelt bennünk, és hát egy biztos dolog van csak, a halál, mert hogy hát nem meghalni nem tudunk. És mégis annak ellenére, hogy az az egyetlen biztos dolog, legalábbis lehet, hogy ez egy hitrendszer, de egy egyetlen biztos dolog van az életünkben az, hogy meg fogunk halni, és mégis ez a legnagyobb félelmünk, tehát hiába biztos. Mi a véleményed neked, hogy hogyan viszonyulunk a félelmekhez, és valóban a haláltól félünk a legjobban? Köszönöm, jó a kérdés. A félelem az egyik kedvenc területem, és azért lett ez a kedvenc területem, mert ahány ember a segítségemet kérte, ahány emberrel beszélgetek, annyiféle dologtól vagyunk képesek félni. Rájöttem, hogy nincs egységes halálfélelem tünet az emberekben, legalábbis azokban, akik hozzám fordulnak, hanem egy adott helyzetet, akár a mai helyzetet tekintve, mindenki másként éli meg a félelmet. És bizony felvetődik a kérdés, hogy akkor vajon érdemes-e ettől félni. A félelem alapvetően segíti az embert, és nem kell tőle félni, hiszen hogyha úgy képzeljük el az életünket, hogy mondjuk pulzál minden, akkor a félelem is erre való. Félelmi helyzetbe kicsit zsugorodunk, kisebb támadási felületet adunk, és amikor meg hátrébb húzódik a félelem, akkor kitárulkozunk, nyitottá válunk a világra. Ez egy ösztön. Elvileg a félelem segít koncentrálni, megfigyelni azt, hogy mi zajlik, hogy reagáljunk. Így ilyen szempontból jó is, viszont ebbe az éberségre kitűnő, igen, köszönöm. De ha benne maradunk a félelembe, onnantól hátráltat. A félelem, akkor tudjuk a hasznunkra fordítani a félelmet, ha megértjük az okát. De akik hozzám fordulnak, rendszerint fogalmuk sincs, hogy mitől félnek. Ugyanis az életet védő információk, azok nagyon ritkán vannak a tudatunkban, tehát nagyon ritkán tudjuk őket megfogalmazni, hiszen pont, hogy időt nyerünk azzal, ha ösztönösen reagálunk élethelyzetekben. És hogyha ezt a jelenséget megértjük, akkor tudjuk, hogy a legfontosabb feladatunk minden krízis helyzetben megismerni azt, hogy a mi élő, lüktető, intelligens rendszerünk hogy szeret reagálni ebben az adott krízis helyzetben. És biztos, hogy akkor tudjuk a legtöbbet kihozni belőle. Ezt igazolja az a tény, hogy például
a jelen válsághelyzetben van, aki azért fél, az a legnagyobb félelme, hogy nehogy most legyen kisbabája, mert akkor mi lesz, hogyha rögtön beoltják. Vagy a másik ember attól fél, hogy elveszti a vállalkozását, a harmadik ember a munkáját félti, és a szégyent, hogy nem tud a családról gondoskodni. A másik ember is a munkáját félti, de mondjuk az éhezéstől fél. Tehát mindenki máshova társítja ezt a félelmi állapotot, és ezek, akik hozzám fordultak, mindig elvezetett egy családi életveszélyhez. Nem traumához, itt ezt ki kell hangsúlyozni, hogy a trauma és az életveszély az két külön fogalom. A halálhoz közeli állapotot figyeli a tudattalan, onnan gyűjti az információt, hogy mi volt az, ami segítette a családunkat, felmenőinket a túlélésben. Egy trauma, hogy mondjuk elvették az óvodába a pöttyös labdámat, ez egy trauma, de nem életveszély. Majd, hogy nem minden életveszély trauma, de nem minden trauma életveszély fogalom. Ez nagyon fontos, amikor valakinek kell feltárni, hogy ő mitől is fél, hogy életveszélyeket keressen a családjába, a halál közeli állapotokat, és meg fogja találni, hogy ő konkrétan a félelmet hova társítja, és miért. És abban a pillanatban, amikor a tudattalanból ez felszínre kerül, megszűnik. Köszönöm szépen, nagyon örülök neki, hogy ezt a trauma szót behoztad ide. Még mielőtt fölteszem a kérdést, hogy miről szeretnénk beszélgetni, egy kicsit összefoglalnám, hogy nem a mostani helyzetet szeretnénk elemezni, hogy mi az, ami van, meg ki áll e mögött, meg mi nem, de valójában mégis, mert hogy mi áll e mögött. Tehát mi áll nagyon mélyen, nagyon mély lélektani szinten, mi áll a tudattalan szintjén, a mögött, a helyzet mögött, amit a világ most tükröz nekünk. És ebbe szeretnék majd egy picit belemenni, hogy nézegessük meg, hogy mi az, ami a múltban történhetett, vagy mi az, amilyen traumát, életveszély, közeli állapotot elszenvedhettünk, aminek most ez a tükröződése, az újbóli megnyilvánulása, amit meg akar nekünk mutatni a világ globális szinten, és valószínűleg most ez egy olyan tükör, ami szinte kivétel nélkül mindannyiunkban jelen van, a tudattalamban. És a traumával kapcsolatosan, hogy lehet, hogy a trauma más, meg az életveszély közeli helyzet, de most traumatizálva vagyunk. Tehát ugye nagyon sokszor, te nagyon sokat foglalkozol, azelőtt is foglalkoztál azzal, hogy mi van a tudattalamban, feltárni azokat a belső traumákat, konfliktusokat, amiket igenis lehet oldani, de miért történik az, hogy ezt mindig egy traumatizálással tudjuk elősegíteni, hogy előbújjon, tehát amikor én nem várom meg azt, hogy a világ egy olyan élethelyzetbe teremtsen engem, hanem azt mondom, hogy traumatizáljuk egy kicsit meg az embereket, úgymond csalogassuk elő azokat a dolgokat, amik a tudattalanjukban életveszélyes helyzeteket teremtenek. Mi erről a véleményed, Szilvi? Hogy én pont fordítva csalok. Tehát amikor traumákkal hozzám fordulnak, én amögött keresem az életveszélyt, és mindenképpen humorral. Tehát egy álcázott kérdéseket teszek fel, hiszen azt, hogy a tudattalan tagad, ez nem meglepő, hiszen védi az életet védő ösztönöket, reakciókat, mintákat, sémákat. Ezért nem lehet megkérdezni rögtön, hogy nohát, ki volt életveszélybe? Senki. Mindig ez a válasz. És ezért egy kicsikét igyekszem groteszké tenni a helyzetet, egy kicsikét távolítom, egy kicsit általánosítom, és amikor onnan hirtelen, amikor már látom, hogy mi is a kliens igazi problémája, mert még azt sem tudjuk megfogalmazni, hiszen az első védelmi lépcső, nem tudjuk, mi a bajunk, ezt itt nagyon nagy örömmel elmondom, hogy kivétel nélkül úgy fordulnak hozzám emberek, hogy nem tudják, hogy mit szeretnének, és nem tudják, hogy mi a bajuk. Amikor azt hiszik, hogy tudják, akkor is kiderül, hogy felsorol 3-4-5
problémát, akkor is, mire fél órát beszélgettünk, már 12-nél tart a kívánságlista, aminek nem is volt tudatában, hogy igazából ez az ő nagy problémája. És amikor ezeket így feltárja az ember, akkor nyílik a tudattalan, és onnan már be lehet vinni egy kérdést, jó, akkor ki volt kulák a családba. És mert ugye az már mutat valamit, mondjuk egy vagyonvesztést, vagy ha nem tudja az ingatlan megtartani, akkor a mögött keresünk egy ilyet, és akkor szépen feltárulnak már az életveszélyek, mert csak úgy nem adja oda a tudattalan. Tehát én nem a traumára koncentrálok, mert akkor bezárnak, hanem inkább távolítok, általánosítok, és igyekszem tréfával és elütni az élét a dolognak, és amikor nyílik a tudattalan, akkor. Hát ilyen lenne az a kollektív ébresztő program, hogyha Szolár Szilvia gondoskodhatott volna arról, hogy az emberiség egy magasabb tudatállapotra, illetve a tudattalanjában lévő dolgokra ráébredjen. Hát vidámabb lenne, mint így. Vidámabb lenne, humánusabb lenne. Igen. Viszont ugye, ami meg most történik, ugye az egy folyamatos életveszély közeli helyzetnek, vagy annak a látszatának a fenntartása. Folyamatos fenntartása. És ugye ebben az emberek azért beszűkülve vannak, félelemben vannak, senki nem tudhatja, hogy mi történik, és biztos, hogy ezek is visszautalnak dolgokra, amik történhettek valamikor annak idején. És ugye egy-két hitrendszerbe szeretnék belemenni, Szilvi, ami most akár a mostani válsághelyzet kapcsán felmerült, és akkor én is szeretnék egyet mondjuk mindjárt mondani, hogy igazából mindig kívülről várunk egy megmentőt. Tehát amikor valami nagyon ijesztő dolog van, amikor még akkor is, hogyha csak mondjuk van egy ilyen profécia, ami mondjuk a világ végét el akarja hozni. Akár egy 2012-es évben, amikor a Maja naptár meg lett valameddig ugye szerkesztve, és utána a következő nap már napra nem volt bejegyzés, már semmi bejegyzés, és akkor az egyértelmű, hogy az csak világvége, igen, van. De ugye most igazából a mostani időszakunk meg szinte minden nap egy világvége, mert nem tudjuk, mi az, ami történik. És várunk kívülről egy megmentőt. És ez is egy olyan hitrendszer, amit ha valaki most a tudatossága révén felismer, hogy ő benne van a megoldás, akkor lehet, hogy egy dologgal kevesebb az, ami miatt megakadályozza azt, hogy ő nyugodt legyen, békés legyen. És téged kérdezlek, hogy van-e valami olyan érdekesség, olyan közös azokban a kliensekben, akik megkeresnek téged, a mostani helyzetnek a, mondjuk így, hogy ha nem is a hatására, de semmiképpen nem nélkülözve annak az energiáit, annak az érintettségét, hogy van-e, látsz-e olyan hitrendszert, amit érdemes most megemlítenünk a nézőknek, hiszen ezzel segíted őket abban, hogy ők is önmagukban ennek tudatára ébredjenek, ugye a tudattalanból felhozzák a tudatosba, és akkor akár egy kollektív szinten is egy kis oldódás történhet. Mindenképpen a legádázabb hitrendszerünk a pártoskodás, nem a konkrét politikai párt értelmében, hanem olyan szükségét érezzük annak, hogy csapódjunk valamelyik oldalhoz. Ha hirtelen elvennék mind a két oldalt, nem is tudom, mi lenne sok emberrel, és ennek az az oka, hogy valamilyen közösségben mindenképpen tartozni akarunk, hogyha a klasszikus példát nézzük, ha dzsungelben sétálgatunk, és ugrik egy tigris, nyilván 50%-kal nagyobb a túlélés, ha nem egyedül sétálok, mert vagy a partneremre ugrik, vagy rám. Ez az alap példája annak az erős közösségbe tartozás igényének, ami ilyenkor is bomlaszt bennünket az egységesség helyett. Hogyan legyünk egységes, ha legalább két alternatívát kapunk? Szinte lehetetlen, pedig nem annyira lehetetlen, mert az önálló véleményformálás, abban lehetnénk egységesek.
hallunk mondjuk két oldalt, két pártot, bármit, és amikor kívülről kezdjük vizsgálni, akkor lehet, hogy van egy harmadik igazság, amire senki nem gondolt, és a nagy felfedezések korában mindig ez hozta meg, az áttörést, amire senki nem gondolt. És hogy ebbe merjünk belevágni, hiszen ettől vagyunk emberek, amíg csak ez a nagyon divatos szó, ez a biológiai robot, tehát tudattalan vezérlés alatt állunk, addig csapódunk táborokhoz. De lehetnénk abban egységesek, hogy mögé nézünk a dolgoknak, és legalább beismerjük azt, hogy ma semmi nem biztos, mert egyikünk sem kutató, orvos és politikus egyben, mert ez kellene ahhoz, hogy tisztán lássunk. De ez a legritkább eset, tehát mindenkinek vannak információ hiányai, igen szép, igen nagy mennyiségben. Na most egy információ hiányos állapotban véleményt alkotni, megpróbálni meggyőzni másokat az igazamról, amikor nincsen információm, elegendő a véleményformáláshoz. Ez önmagában számomra azt jelenti, hogy az emberek megrémültek, és tartozni akarnak valamelyik oldalhoz, és mindenképpen azt hallják meg, mint amikor piros autót akarok venni, akkor csak piros autó jön szembe, és akkor csak azokat az érveket hallják meg, ami azt támasztja alá, hogy ő biztonságban legyen abban a táborban, ahová csapódott. Mindig a gyufás kísérletek jutnak eszembe, amikor kisgyerek voltam, a doboz gyufából volt egy logikai feladat, ezeket nagyon szerettem, mert ez nem kellett különösebb eszköz, nem kellett hozzá Adidas melegítő vagy fényeszív, ezt ha megoldottam, azt mondták, okos vagyok, és ott volt, csak odébb kellett tenni egy pálcikát, de mindig egy ilyen forradalmi jellegű hozzáállásváltás kellett ahhoz, hogy ezeket a kis logikai gyakorlatokat megoldjuk a pálcikához. Én azt gondolom, hogy ez tesz emberré bennünket, ha merjük egy kicsit más hozzáállással megnézni a dolgokat. Itt eszembe jut Einstein, aki minden nagysága ellenére a kvantummechanika alaptörvényeit haláláig nem bírta felfogni. Így értsd, ahogy mondom. Ő arról volt híres, hogy azt mondta, hogy hát sós vízben nem süllyedhet el a Titanic konkrétan. Így állt a kvantumfizika alaptörvényeit, pedig ha egyszer megnézzük azt az elektron kísérletet, az bizony egyszer anyagként viselkedik, egyszer energiaként viselkedik, és akkor mi dönti el, hogy viselkedik az elektron? Az én hozzáállásom, tehát amit megfigyelek, az én tudatom befolyásolja a kísérlet eredményét. Ezt általános iskolába meg óvodába kellene tanítani, mert ez tesz bennünket emberré. Ez az, amit én megtehetek a jelen helyzetért, hogy a figyelmemet ráirányítom, és a kvantumfizikai törvényei szerint hatok rá. Akkor hogyan tudok hatni? Egyrészt megnézem, hogy mi az, ami rejtettem van én bennem, ezek nyilván a tudattalan életemet védő mechanizmusok, de azokra is tudok hatni. Hogyan? Hát a kvantummechanika ezt is elmondja. Egészen addig, amíg a megfigyelésem alatt tartom a saját tudattalanomat, uralom, ahogy leveszem a tekintetemet róla, már önálló életet él, és a biztonságosnak vélt üzemmódba kapcsol. De az nem biztos, hogy egyenlő lesz az én szabad akaratommal. Hiszen a biológia túlbiztosítja magát, létrehozott egy tudatot, akármilyen csekély is. Ez arra való, hogy ezeket az ösztönös tevékenységeinket, mint egy periszkóp megfigyelje. És szóljon a gépháznak, hogy gyerekek, 2 fokot jobbra menjünk, mert ez most a mai körülmények között már nem működik. Amíg egy törzsbe, egy csoportba kellett tartozni, nagyobb biztonsággal voltunk életben. Most az önálló gondolkodás kora jött el, és ebben kell egységesnek lennünk, hogy nem megítéljük a másikat, hanem átgondoljuk, hogy abból az információhalmazból, ami a rendelkezésünkre áll, mi a leginkább valószínű. De a tudománynak az ismerete, azt sem hagyhatjuk ma a papokra. Ha a kvantumfizika kimondta már sok-sok évvel ezelőtt, igazoltam, hogy amit megfigyelek, azt uralom, akkor
adott a feladat. Figyeljük egymást, ne ítéljük egymást, hanem figyeljük egymást. Ő miért így reagál, én miért így reagálok. És meg fogunk lepődni, mert a biológia azt mutatja, hát a pszichológia is, hogy általában minden vita mögött egy megmentő, egy jó szándék van. Azért vitatkozunk, mert meg akarlak menteni. De a másik ember is, és aztán ez eltolódik egy kezelhetetlen síkra, hiszen ha a vérnyomás emelkedik, ott már tudatos tevékenység csökken, hiszen ha belegondolunk, támadás esetén már túl sok gondolkodásra nincs szükség, tehát ahogy megy fel a vérnyomás, értelmetlenné válik a vita. Ezért inkább azt gondolom, hogy magunkban kell először elrendezni, hogy én miért így reagálok, és én miért hozom létre tudattalanul ezt vagy azt az élethelyzetet. És amikor megismerem így a valós önvalómat, ott meg fogom találni az egységet. És az a fűszer, ami a személyiségnek az ízét megadja, az az én ismereteim és az én tapasztalataim most már tényleg jóval 1000 fölötti tünetszámnál tartunk, vizsgált esetszámnál, és minden esetben visszavezethető volt a családban tapasztalt halálközeli élmény túlélésére, vagy a halál okának a kerülésére. Innentől pedig semmi értelme nincsen annak, hogy megítéljük a másik embert, és ez egy olyan világképet vetít előre, amiben nagyon jó lesz élni, hogy hányan leszünk az áltozatai ennek a vívódásnak, ami most van, ez megjósolhatatlan. Az is, hogy lesznek-e egyáltalán további áldozatok, vagy pikpak az emberiség ebből kilábal. De hogy hogyan éljük meg? Na, az legalább 700 évre, ha Schützenbergeri számokat használom, miszerint a családi traumák, ő traumának hívja, legalább 700 évre meghatározzák az utódgeneráció sorsát, és életszínvonalát, életminőségét, életviteli problémáinak a minőségét és mienségét, akkor egyáltalán nem közömbös. Hogyha én például nem élem túl ezt a helyzetet, akár azért, mert annyira félek, hogy elüt egy autó, akár azért, mert a félelmi konfliktusom következtében egy tüdő szövődményem lesz, vagy egy tüdő tünet, akármiért, nem mindegy, hogy végzem, mert ott abban az utolsó pillanatban az az egy dolog számít, hogy mit végeztem, és ez egy óriási lehetőség ma. Ha megértem, hogy mi zajlott körülöttem, és hogyha én úgy végzem az életemet, hogy végig egységben voltam saját magammal, és jót akartam az embertársaimnak, akkor nincs mitől félni ott abban az utolsó pillanatban. Hogyha túléljük, akkor pláne nem mindegy, hogy mit adok át az utódgenerációnak. Mert hogyha most a félelemtől megzavarodott, egymást hibáztató, egymásra mutogató életkörülményeket élünk, de ezt túléljük, akkor az utódgeneráció 700 évig... Ez lesz a mintájuk. Ezt a mintát fogja követni. És ezért úgy gondolom, hogy bár nyilván, amikor az ember ott van egy hirtelen életveszélyes helyzetben, akkor megjósolhatatlan, amíg nem ismeri az ősei túlélési stratégiáját, hogy ő hősként fog viselkedni, vagy árulóként. Megjósolhatatlan, amíg erre valaki nem kíváncsi, és nem tárja fel a családi tudattalant. Ha feltárta, változtathat rajta, és bátran nézhet szembe az elkövetkezendő napokkal, hetekkel. És abban is megnyugtatnám a nézőket, hogy amit az elején már említettem, csak szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy nincsen egy általános félelem tényező ma az emberekben. Mindenki máshova társítja ennek az életkörülmény, ezeknek a napoknak a veszélyeit. Ezért azt kell, hogy mondjam, hogy a félelmeink nagy része nem reális, nem a miénk, hanem olyan fajta félelmek, amiket az őseink megtapasztaltak. Hát szerintem teljesen logikus ezt feltárni, megérteni, és akkor a valós veszélyekre lehet koncentrálni, és akkor
emberibb lesz a helytállásunk, úgy 700 évre sem mindegy, hogy akkor ezt mit mutatunk az utód generációnak, akárhányan is lesznek. Köszönöm szépen, egy néhány szálon szeretnék csatlakozni ahhoz, amit mondtál. Nagyon örülök a titanikus példának, mert ugye egy duális világban, tehát maga ez a megnyilvánult fizikai világ, ez duális. Azért duális, azért kettős, mert az ellentéteken keresztül egy egészséges, jobb esetben egészséges, megkülönböztető képességet tudunk itt tanulni. És ugye, hogyha a hajó példáját nézzük, hogyha egy hajónál mondják, hogy ott a delfin, és mindenki átmegy arra az oldalra, az a hajó felborul. Tehát egy duális világban soha nem lesz az, hogy mindenki be lesz oltva, vagy senki nem lesz beoltva. Ez csak egy példa a mostani helyzetre utalva, hogy igazából ez teljesen normális, hogy nem mindenki ugyanazt választja. Ráadásul, mivel mindenkinek egyéni az a transzgenerációs mintázat, az életveszélyes helyzetei, az ősei viselkedése, ezért mindenkinek a tarsajában ugye más információk állnak a rendelkezésre, tudattalanul is, hogy ő hogyan reagál a mostani helyzetben, mire mond igent, mire mond nemet, hogyan reagál, hiszen hogy érzi mondjuk valaki, hogy nem jól döntött, akkor ez egy félelem tényező lehet, hogy látja, hogy a másik nem úgy dönt, akkor ezt meg akarja érteni. De valójában ugye összességében az egyetértés felé halad mindig minden. És a kérdésem az lenne, hogy ugye ha már a hajó, akkor olyan most egy kicsit a világ, mintha arra várna, hogy oldjuk meg azt a problémát, mint egy feladvány, mint egy rejtvény, mint egy kód, ami belénk van rejtve, mint megoldás, és addig, amíg ezt nem oldjuk meg, addig zátonyra vagyunk futva, addig egy holt ponton állunk, egy halott ponton vagyunk most ugye a te kutatásodhoz közeli megfogalmazásban, és akkor ezek szerint az a megoldás erre, hogy erről a holtpontról el tudjunk mozdulni, hogy ne azon a szinten próbáljuk megoldani, amin létrehoztuk, hanem ugye egy paradigmaváltás szükséges a megoldások terén, és akkor ez egy megoldás, akkor ez a feltárjuk, hogy hogyan reagáltak, mit csináltak az őseink, igaz? Ezt így látod most, hogy ez egy valós megoldás lehet ezekben a helyzetekben? Úgy látom, hogyha összekapcsoljuk az életveszélyek biológiáját és a kvantumfizikát, és miért ne tennénk mindegyik logikus, egyértelmű és egyszerű, akkor ez mindenképpen megoldás lehet. Hiszen a duális világból az analógiába átlépni, ennek a kulcsa van most a kezünkben. És Ady Endre is nagyon szépen mondja, amikor az Isten a karjába vesz, azt ő nem feltétlenül csinnadrattával teszi. Lehet, hogy egy háború az, amit hoz, most nem szeretnék előrevetíteni jóslatokat, inkább csak ez a szép költői példa jutott eszembe, tehát a nehézségek adják meg azt a potenciált, azt a feszültséget, amikor már paradigmaváltásra elszánjuk magunkat, mert látjuk, hogy ez már így tovább nem megy. Meggyőződésünk, hogy ez a duális világ, ez megváltoztathatatlan ebben a duális minőségében. Hát, hogyha most pálcikás logikai játékot játszunk, akkor nem. Merjük megkérdezni, hogy vajon tényleg muszáj, hogy duális legyen ez a világ? Vagy ez a helyzet éppen annak az előszobája, hogy átléphetünk az analógiába. Miért a haladó pszichológusok, pszichiáterek miért az analógban gyógyítanak? Mert analógban, mindjárt elmagyarázom, hogy ez itt akkor mit is jelent, mert analógban rögződtek a tudattalan sémák. Konkrétan, amikor egy életveszély történik, akkor a tudattalan fényképezget, mintákat rögzít. Piros volt a ruha, féltünk, remegett a lábunk, gyilkoltunk, túléltünk. Akkor onnan lehet, hogy vagy bántottuk azokat, akiket szerettünk, és életben maradtunk, mondjuk egy szerencsétlen családi sorsnál. És ez megfigyelhető, hogy generációkon keresztül bántani fogják egymást azok, akik szeretik egymást. És mindenki sérül, mindenki ítél, és mindenki áldozat
egy ki nem beszélt családi életveszély áldozata. Itt analógban, tehát ítéletmentesen, sem pozitív, sem negatív a tudattalan életvédelem számára a gyilkosság. Ha bántjuk a másikat, túlélünk. Mert mondjuk ez történt, hogy verekedett két ember, amúgy szerették egymást, de összeverekedtek, túlélték, tényleg életveszélyes volt, akkor ez megmarad egy mintaként, amit a tudattalan nem ítél meg. A tudattalant nem érdekli sem a kultúra, sem az etika, egyszerűen szeretné meghosszabbítani az életünket, ezért analóg, mert nem pártoskodik, hogy ez most akkor etikus vagy nem etikus. Vagy jel van, vagy nincs, meghalt, vagy túlélte, azt szerint cselekszik. És ez a felismerés el kell, hogy vezessen ahhoz, hogyha ilyen körülmények között rögződött egy séma, akkor ugyanúgy az analógia lesz, ami ezt meggyógyítja. És abban a pillanatban, amikor felismerjük, hogy aki verekedős, az nem egy szadista, elítélendő dolog, hanem összenézzük a családi életveszélyekkel, és meg fogjuk tapasztalni, hogy ez okozza ezt a fajta viselkedést. És amikor az illető maga megérti, akkor kap egy lehetőséget arra, hogy ez szerint mondjuk megtanuljon együttműködni a tudattalannyával. Jár hozzám olyan ilyen erős legény, aki mindenkit szíd, hogy úristen, ez ilyen, az olyan, fú, de szemét, hú, jaj, de aranyos cica. Na most ez, ebből lehet látni, hogy a belső személyisége egy kis cicákat gyámolító, ártatlanokat védelmező egyéniség, és rárakódott kívülről valami, amit kényszeresen tesz. Ha én megítélem ezt az embert, az egy bunkó verekedő, akkor nem végeztem semmit. De hogyha mögé nézek, akkor feltárul az igazi ember. És hogyha a tudattalannak ez a működése, ha valahogy meg tudnám fogalmazni annyira egyszerűen, hogy ez evidencia legyen, sőt, az legyen ciki, ha valaki ezt nem tudja, akkor egy olyan világ jöhetne el, ami már nagyon közelít az analóghoz. És hogyha a pszichoterápiában is az analógia gyógyít, akkor a hétköznapokban is. És ez egy karnyújtásnyira van tőlünk. Csak annyira van tőlünk, hogy megértsük, hogy mindenki belül egységes, ezért van az egység a rovás G-jel a címerünkben, hogy erre felhívja a figyelmet, hogy belül mindenki egy egységes homo sapiens, és az életveszélyben szerzett családi tapasztalatok rápakolják a személyiség jegyeknek vélt tudattalan életvédő sémákat. És amikor ezeket megértjük, lehámozzuk, és a tanulható technikákon keresztül a hétköznapi életben mindig figyelmeztetni tudjuk magunkat arra, hogy hoppá-hoppá, nem is ezt akarom igaziból, akkor szabadul fel a valós akaratunk. És akkor már az analógiát nagyon közelítjük a hétköznapokban. Erre ad óriási lehetőséget. Ez a krízis helyzet, amit manapság élünk. Találkoztál olyan helyzettel, Szilvia, amikor valaki annyira körbefalaszta magát, hogy maga az életveszélyes helyzetek, az önmaga által fenntartott, folyamatosan fenntartott életveszély, mondjuk egy daganatos betegség, vagy egy bélrendszeri felborult egység, életveszélyes mérgező baktériumok akár, ők tartják életben, és hogy nem engedi mondjuk egy baktérium, hogyha a bélagy mérgező, akkor nem is tud olyan tudatállapotban lenni valaki, hogy föl tudja ismerni ezeket a dolgokat. Tehát most igazából a kérdésem az az, hogy hozhatjuk-e magunkat, és tarthatjuk-e szándékosan életveszélyes helyzetben magunkat folyamatosan, mert hogy ez jelenti számunkra magát az életet. Tehát, hogy ebben vagyok én teljes. Tulajdonképpen kimondtad az életveszélyek biológiájának a lényegét, hiszen felmerülhet a kérdés, hogy miért próbáljuk újra és újra élni azokat az életkörülményeket, amit valaki túlélt életveszélyben, ahelyett, hogy a biztonságos állapotra törekednénk.
És pontosan ez a válasz a kérdésedre, azért, mert annak idején, amikor az életvédő mechanizmusok kialakultak, nem nagyon lehetett időzni egy helyben, biztonságban, hogy jó, akkor most napozgatok egy kicsit, aztán majd utána megint nézünk valami életveszélyt, amit ismétlünk. Nem így történt, hanem amikor a napjai úgy álltak össze egy élőlénynek, hogy folyamatosan életveszélyekkel találkozott, és szívesebben ismételt olyan életveszélyeket, amire már volt túlélési stratégiája. Mert hogyha választanod kéne mondjuk egy sziklaperemen való lecsúszás között, vagy egy medvetámadás között, talán úgy éreznéd, hogy a sziklaperemnél még van esélyed kapaszkodni, és inkább egy sziklás helyre költözöl, mint egy medvelakta területre, ahol viszonylag rövid a túlélési idő, lássuk be. De hogy azt hiszem, a vipera példát szoktam mondani, hogyha mondjuk egy mezőn lakik valaki, és ha figyeli a talajt, és ahogy mozdul most az etológusok ne legyenek szigorúak a sántító példánál, mert a rejtő színe a viperának, stb. De mondjuk, ha mozog a fű, és egy villásbottal le tudom szorítani a viperát a fűbe, akkor a családomnak vacsorája is van, még gyógyszert is tudok készíteni belőle, és állandóan ezeket a veszélyeket könnyebb ismételni, mint hogyha elmennék a folyópartra, ahol a krokodilok tanyáznak, ott az viszonylag kicsi a túlélési esély. Tehát akkor, ha választhatok, inkább olyan veszélyeket ismétlek újra, amire már stratégiám van, és jóval nagyobb valószínűséggel élem túl, mint egy medvetámadást, vagy egy krokodiltámadást egy folyóparton. És ezért az emberek, a homo sapiens és az élőlények nem gondolkoznak abba, hogy a tudattalan sémáik által vezérelten, hogy most aztán létrehozom a legnagyobb biztonságot, mert a tudattalan úgy van összerakva, hiszen nagyon-nagyon sok év telt el, ami alatt ez jól bevált életvédő stratégia lett, hogy újraélem azokat az életkörülményeket, amire van túlélési stratégiám, nem baj, ha kellemetlen, nem baj, ha etikátlan, de újraélem, mert akkor nem esz meg a medve. Na most, ha így nézünk az ellenségeinkre, vagy legalább azokra, akiket szeretünk, akkor sokkal békésebbek leszünk, sokkal kevésbé megyünk bele átgondolatlan ítéletekbe, ami mögött nem volt elég információ. Hiszen amikor megítélünk valakit, ahogy Széchenyi is mondta, még fogalmunk sincs arról, ha már tényleg biztos, hogy az illető elkövette azt, amivel vádoljuk, akkor sem ismerjük a körülményeket, amik őt arra kényszerítették. Na most, ameddig az emberek az életveszélyek biológiáját nem ismerik olyan szinten, hogy megmosolyogtató természetességgel használják a hétköznapokba, addig nincs információja arról, akit megítél. Ugyanis a legmegdöbbentőbb ebben a felismerésben az, hogyha nézeteltérésem van valakivel, ő semmi más nem csinál, mint leolvassa a testemnek erről a szavak nélküli kommunikációjáról, idegen szóval nonverbális kommunikációjáról, hogy légy szíves, ide lőj, légy szíves, támadj meg, szégyeníts meg, alázd meg, mert nekem az őseim ezt annyiszor túlélték, és azt látod mondjuk ezen a testtartáson. De hogyha egy ilyen néptáncosabb testtartásba lépsz fel, akkor a támadókedv csökken a vitapartnered részéről. És ezek azok a nonverbális kommunikációs jegyek, amit leolvas a másik ember, és egyszerűen csak puszta kedvességből végrehajtja a kívánságot. Ja, te azt szeretnéd, hogy beléd rúgjanak? Jó! És hogyha így nézzük meg a másik ember viselkedését, aki minket bánt, legyen akár az, akit legjobban szeretünk, a gyermekünk, a házastársunk, a szüleink, ha legalább a szűk körben ezt jól begyakoroljuk, az már az analógia felé való törekvés. Én nagyon örülök annak, hogy már nem az a világ van, hogy folyamatosan az életveszélyes helyzetekből egy pillanatra ki tudunk pillantani, hanem inkább az a világ jött el, amikor igen, csak elkezdtek háttérbe szorulni az életveszélyes helyzetek,
köszönhetően annak, hogy az emberek már túlbiztosítják magukat, túlféltő módon gondoskodunk önmagunkról, másokról, túl szeretjük egymást adott esetben, és minthogyha azért ugye ezt teljesen elnyomni sem lehet, hát most ezt megkaptuk egyfajta válaszul, hogy akkor egy kicsit emlékezzünk is az életnek a fontosságára, akár az életveszély, mint egy folyamatosan ott fölénk fölött lebegő giotinon keresztül. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, Szilvi, szeretném folytatni veled a beszélgetést, mégpedig a szeretettel kapcsolatosan. Most eljutottunk odáig, hogy van egyfajta túlszeretés, van, tudjuk most már, hogy a szeretet mennyi mindenre megoldás, említetted az önvalót, említetted az ítélkezés nélküli semlegességet. Innen szeretném a következő beszélgetést folytatni, már csak azért is, mert a szeretet ünnepe közeledik, a karácsony, és a karácsony is, meg az új év is többek között az öngyilkosságok számának a kiugró példája, és akkor azt gondolom, hogy ez is hasznos lehet mindazoknak, akik ebben érintettek, és mindazoknak, akik segítenek azoknak, akik ebben érintettek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és elmondtad mindezt. Köszönöm én is. Nagyon szépen köszönjük Önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t láttak, korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portálján láthatják. Viszontlátásra! Thank you.